Sziasztok, üdvözlök az első angol leckébe a barna hajammal. Szereztem egy ilyen tanulókönyvet, olasz és angol tanulókönyvet, amiben mutatnak sok ilyen beszélgetős részeket, ahol valaki kérdez valamit, és a másik ember válaszol nekik. Úgyhogy innen fogom kivenni, és olasz helyett angolul tanítani. Szóval magyar és angolul lesz, szerintem, mert akkor könnyebb lesz nekem, meg nektek is, mert akkor nem kell saját magamnak összetalálgatnom, hogy miket mondjak. Próbálok erre fele ülni, hogy ide teszek két táblát. Szóval ez beszélgetés lesz. Getting to know people. Ez a szenárió a reptéren van. Szóval egy kis szenárió, és ezek között, a szavak között kéne kb. Tudnod mindent, de először átmegyünk pár olyan szón, ami talán újdonság neked. Szóval egy pár új szót megtanulunk, és egy pár mondatot. Nem akarok túl sokat beletenni, csak egy rész. Ja, hogy mondatokat építünk és beszélgetünk. Ez lesz a reptéren. Felteszek ide majd két táblát. A tetején lesz fehér, amit te mondasz, és az alján lesz egy másik színű, amit neked mond vissza a reptér dolgozó. Mert elvesztetted a bőröndöd. Oké, kezdjünk is. Először kezdünk, nézzünk át szavakat, amik úgy lehetnek. May. May lehet hónap, vagy úgy mondod, hogy tudnék-e, hogy, vagy szabadna. May. May I help you? Tudnék neked segíteni. Looking azt jelenti, hogy valami után nézel, vagy valamit keresel. Suitcase. Bőrönd. Suitcase. Name az a embernek a neve. Name. Flight. Flight number. A repülő. Flight number. A járatszám. A repülő gépednek a száma. Szóval kezdünk egy ilyen nagyon minimális információkkal. És akkor majd mondjátok, hogy hogy tetszett nektek az ilyen videók, hogy kéne több. Oké, szóval az első a te. Te mondanád. Hello. Good morning. Jó napot. Szia, jó napot. Good morning. Jó napot. Erre visszaválaszol a munkás. Hi, may I help you? Hi, szia, may I? Én tudnék-e segíteni neked? May I help you? Vagy azt is mondhatják, hogy can I help you? Can, azaz tudnék-e? C-A-N. Can. Can I help you? Or may I help you? A may az egy kicsit olyan kedvesebb. May I help you? Te mondasz? Yes. I am looking for my suitcase. Igen. Én keresem a bőröndöm. I am looking for. És utána, amit oda tehetsz, amit keresel. I am looking. Én nézek for. A valamiért. I am looking, én nézek, keresek. A for az a valamiért. És utána a végén teszed, hogy miért keresel. Mit keresel. És ebben a szenárióban a bőrönt keresünk. Suitcase. Erre a munkásnak kell az információt, hogy tudja megtalálni ezt a bőröndöt. Szóval azt mondja, okay, what is your name? What is your name? Okay, mi a neved? Hogy hívják önt? My name is Mr. Smith. My name is Johnny Depp. My name is. My name, az én nevem, a is az, ami mondja, hogy ez az. Is Mark. Is Feri. Is Attila. Attila. Van itt egy banda.
Ismerősömnek a bandája az a neve, hogy Attila. Erre megkérdezi, where do you live? Hol laksz? Így akkor tudja, hogy kb. Melyik, melyik gépnél, melyik járatnál lehet a bőröndöd. De viszont szerintem jobb lenne, ha megkérdezni, hogy mi a flight number. Ah, ezt fogja ezt kérdezni utána. Oké, okay. Szóval megkérdezi, where do you live? Hol laksz? Where, hol, do you, te, live, laksz, élsz. I live in the United States. Erre azt fogod mondani, hogy I live in Hungary. I live in Hungary. Magyarországon lakom. És a nő megkérdezi, and your flight number. És a repülőgépednek a száma. Vagy a járatnak a száma. Hogy akkor meg tudja találni, hogy, hogy kb. Hol lehet a bőrönd. És erre válaszolsz, hogy mi a repülőgépednek a száma. Itt azt mondja, hogy 303 New Yorkból. Például, ha nem repülnél New Yorkból Magyarországra. És angolul beszélni ott a reptéren. Mondhatod azt, hogy flight number 303 from Budapest. A repülés 303 Budapestból. És erre mondhatja, hogy, vagy mondhatja, hogy thank you. Vagy itt azt mondja, one moment please. Hogy egy perc várjon. Hogy oké, okay, megkeresem. One moment please. Oké, okay, szóval ennyi volt az első ilyen szenárióról. Kezdeni egy beszélgetést a reptéren. Szerintem tanultam egy pár szót, mondjuk kb. Minden szót, ami itt mondtam, már tudnod kell, ha nézted a régi videóim. Szerintem elég jól építünk így a mondatokat. Kicsit így elmagyarázom, hogy miért van pont ez meg ez ezen a részen a mondatban. Például a for, a do and is, ami elég fontos. Szóval ez szerintem tök jó volt, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, mert itt van még egy csomó ilyen. Hát itt van egy egész, egy ilyen beszélgető. Az ott. Szóval, ja. Ennyi. Remélem tetszett. Mit gondoltok? Csináljak még ilyet? Ilyen? Nem? Írjátok a kommentbe?